Izgatottan készülnek a diákok a Hunyadi iskolában a hét utolsó írásbeli vizsgájára, a német érettségire. A tanulók már túl vannak a magyar, matematika, történelem, illetve angol, és most már a német írásbeliken is. A magyar irodalom az elég könnyű volt, az első része az biztos, hogy jó lesz, a második a érvelés az kamuszöveg, tehát ami bejön, ami nem. Történelem az biztos, hogy jó, tehát az ideje az nagyon könnyű volt. Matematika első része az elég nehéz volt, viszont a második része az nekem könnyebb. Német érettségi az 50-50%, tehát vagy meg lesz, vagy nem, mert úgy hallottam, hogy az ideje az elég nehéz lesz. Az idei német középszintű írásbeli szövegértése egy szafari park fehér oroszlányairól szólt, ezt kellett a diákoknak értelmezniük. A vizsgasor témái között szerepelt még a Feröer-szigetek téli és nyári időjárása és a 80 éves Donát kacsa is. A szövegértési részben egy kastélybeli nemesi család életéről szóló szöveget olvashattak, itt az egyes részekhez illő mondatokat kellett párosítaniuk a tanulóknak. A legnagyobb félelmet idén is a hallott szövegértés okozta a diákoknak. Németre azért elég sokat készültünk, sok tételt tanultunk, meg sokszor gyakoroltunk ilyen magnós feladatokat is, úgyhogy remélem, hogy a várható legjobban fog sikerülni. Az országban több mint 17 ezeren középszinten, míg 2300-an emelt szinten vizsgáztak németből. Jövő héten már a választott tantárgyak írásbelie következik.